Teljesen megújult a Dombóvári Tündérkert bölcsöde épülete a Kórház utcában. Az intézményvezető még tavaly ősszel kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy szülői igény mutatkozik a bővítésre. Jelenleg 72 férőhelyes a bölcsé, amit így 84 férőhelyre bővítettek, plusz egy csoport kialakításával. A beruházás a szakhatóságok előírásai alapján készült el. Új öltözőszekrények kerültek itt ebben a pavilonban fölhelyezésre, akkor teljes festésen esett át a bölcsödének ez a szárnya. A csoportszobában megérkeztek a tárgyi eszközök, illetve a fürdőszobát is felújítottuk. Kialakításra került gyermek mosdó része a gyermekek számára. Emellett az akadálymentesítés is elkészült, de még nem fejeződtek be a munkálatok. A pandémiás helyzet miatt jelenleg nem tudnak újabb gyermekeket befogadni a bölcsödébe, így amíg ez az időszak tart, folytatják az intézmény modernizálását. Mindazok ellenére, hogy most is hatalmas igényben is lenne is férőhelyünk az új csoport indítása nélkül is, sajnos beszoktatás nélkül a gyermekeket nem tudjuk a bölcsödébe fogadni, és a jelenlegi jogszabályi környezet ezt nem teszi lehetővé. Remélem, hogy el tudunk készülni időben. Nagyon remélem, hogy a tavasz végére vége lesz a pandémiás helyzetnek is. Akkor már a gyerekek is visszatérhetnek a bölcsödébe. Ezzel a szülőket is támogatja az önkormányzat, akik így vissza tudnak állni a munkavilágába.